Sorozatban 6 mérkőzést feszített el a Fehérvár AV19 a Bajnokok Ligájában. A legrangosabb európai kupasorozatban tehát nem sikerült nyernie a csapatnak ebben az idényben. Szélig Viktor a fehérváriak általános igazgatója elmondta, hogy azzal már a sorsolás után is tisztában voltak, hogy papíron erősebb ellenfelekkel kell majd megmérkőzniük az idei sorozatban. Szinte a legerősebb csoportot kaptuk, ahol úgy gondolom, hogy a játék képével az első mérkőzést kivéve azért elégedettek lehetünk, de sajnos pontot nem sikerült szereznünk ez alatt a Bajnokok Ligája alapszakasz alatt. Szélig Viktor hozzátette, hogy minden mérkőzésen győzelemre játszottak, és megpróbálták a legjobb formájukat mutatni, de ezúttal mindig az előzőleg is esélyesebbnek tartott ellenfelek hagyták el győztesen a pályát. Ezért is van egy kis hiányérzet, de semmiképpen nem azért, mert hogy ne tettünk volna meg mindent azért, hogy sikeresek legyünk, egyszerűen ez most nem jött össze. Persze abszolút elég mozgalmas nyáron vagyunk túl, ugye, és az Alba Arénából beszélgethetünk, tehát egy új csarnokba is költöztünk, akkor itt volt ez a Bajnokok Ligája szereplés, tehát egy kicsit sok volt az impulzus most itt a szezon elején. Az Ice Hockey League minden esetre tovább dübörög, itt jelenleg 7 mérkőzés után 4 győzelemmel és 3 vereséggel a 6. helyen áll a csapat, a következő ellenfél pedig a Pusztertál lesz. A mérkőzés péntek este 4:48-kor kezdődik az Alba Arénában.